Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a szokásos videóelemzésem. Mint ahogy az itt a címben is látható, ezúttal a baloldal oltás ellenes kampányával fogok majd foglalkozni. Erről már gyakorlatilag január óta beszélünk, én is tartottam erről videóelemzést. Most kicsit egy tágabb összefüggésben vizsgálnám meg azt a kérdést, azt nézném meg, hogy milyenek a kommunikációnak az oka, láttunk-e már hasonlót korábban, és hogy egyébként a választók szemében hogyan csapódott le mindaz, amit a baloldali politikusok és a baloldali pártok kommunikáció gyanánt felmutattak a keleti oltóanyagok kapcsán. Kezdjük úgy először talán azzal, hogy ugye a keleti vakcina beszerzés az egy komoly kormányzati siker. Visszagondolunk, akkor tavaly novemberben, decemberben az Európai Unió azt mondta, hogy a közös brüsszeli vakcina beszerzésnek köszönhetően sikerül megmenteni Európát. Azt mondták, hogy itt egy olyan szuperrendszert lehetett létrehozni, amelynek eredményeként várhatóan rövid időn belül túl leszünk a válságon. Azonban már a december végi első szállítmányoknak a kicsi mennyiségén jól lehetett látni, hogy ez egy hiú ábránd, kizárólag az akadozó brüsszeli beszerzésre támaszkodva, hát még idén ősszel sem lehet vége ennek az egész járványnak, nem lehet feloldani a korlátozásokat sem. Tehát nem véletlen, hogy egyébként már tavaly novemberben és decemberben is a kormány elkezdett arról beszélni, hogy kizárólag a brüsszeli vakcina beszerzésre támaszkodni az felelőtlenség, máshonnan keletről is kell oltóanyagokat beszerezni. Most már látjuk, tehát már eltelt több hónap, látjuk, hogy ez a politika egyértelműen megérte, hiszen jelen pillanatban az európai összehasonlításban, az élmezőnyben van Magyarország, a második legbeoltottabb a lakosság szám arányában Magyarország, és ha megnézzük azt, hogy a heti bontásban hogyan alakul az oltások beadásának sebessége, gyorsasága, akkor szerint az európai élmezőnyben vagyunk ismét, tehát sok vakcina érkezik, ennek most már a fele gyakorlatilag keleti oltóanyag, és ezeket szerencsére sikerül gyorsan beadni. Tehát gyakorlatilag ezt a sikeres oltási programot és vakcina beszerzést támadja az ellenzék gyakorlatilag tavaly november óta. Ennek az oka, erről is beszéltünk már korábban, az az, hogy a baloldalnak a célja az az, hogy ez a válság elhúzódjon, kitolódjon, ne legyen vége már mondjuk májusban, júniusban, hanem ősszel, télen is még a korlátozások között kell érni a kormánynak, ezzel a krízis helyzettel kelljen küzdködnie. Ugye ez azért van, mert 2022 áprilisában várhatóan parlamenti választást tartanak Magyarországon, és értelemszerűen, hogyha a kormány még nem a kampánya, nem a választásokkal tud foglalkozni, hanem egy válságot kezel, egy krízis helyzetet kezel, akkor az értelemszerűen nem egy kedvező pozíció, ezért is a baloldali politikusoknak nem érdeke az, hogy a keleti vakcinákkal fel lehessen gyorsítani az oltások beadását. Nem véletlen, hogy már ősszel elkezdték támadni ezek a baloldali politikusok a keleti vakcinabeszerzést. A Demokratikus Koalíció például már novemberben petíciót kezdett el indítani, aláírásgyűjtésbe kezdett a keleti oltóanyagokkal szemben. Gyakorlatilag, amikor már az oltási tervről beszéltünk, azt állították, hogy nincs is oltási terv, azt állították, hogy az oltásoknak a beadása az rendkívül lassan halad. Itt van például Varga Zoltánnak, a DK frakció szóvivőjének a január 3-ai nyilatkozata, ő például hamis módon arról beszélt, hogy Európa legtöbb országában már beindult a tömeges oltás, Magyarországon szerinte továbbra sem történik semmi, ezt egy DK-s politikus mondta, tehát hasonlóan elrugaszkodott, a valóságtól elrugaszkodott véleményeket fogalmazott meg már ekkor az MSZP-s Újhelyi István, de számos baloldali politikus egybehangzóan azt állította, hogy nincsen oltási terve Magyarországnak.
Szabó Tíma, ugye akkor azt ki is tettem a Facebookomra, pedig egy tévéműsorban másfél percen belül négy álhírt is terjesztett az oltásokkal kapcsolatosan. Tehát látszódott, hogy már nagyon beindult ez az ellenzéki álhírgyár januárban, amiatt, mert ugye ők nem akarták azt, hogy ez egy sikeres dolog legyen, és gyakorlatilag nem vették tudomásul, hogy a valóság az egyik hétről a másikra megcáfolja az állításaikat, hiszen most már tényadatok azt mutatják, ezzel most ők sem tudnak vitatkozni, hogy a magyar oltási terv az egyik legsikeresebb az Európai Unióban. Ennek köszönhetően lehet ilyen gyorsan, már tényleg másfél milliós nagyságrendben beadni az oltóanyagokat. Tehát hasonlóan lyukra futottak a baloldali politikusok az oltás ellenes hangulatkeltés kapcsán is. Ugye előbb mondtam, hogy már novemberben a DK, Gyurcsány Ferenc pártja aláírásgyűjtésbe kezdett a koronavírus elleni oltóanyagokkal szemben. Mindenféle bizonyíték nélkül azt sugallták, hogy az orosz és a kínai oltóanyag az nem eléggé megbízható. A baloldali sajtóval kéz a kézben azt hangoztatták, hogy a magyar hatóságok kizárólag politikai nyomásra engedélyezik ezeket a keleti vakcinákat. Hát hasonló álláspontot fogalmazott meg ugye az MSZP is, még Újhely István a minap is, tehát pár napja is arról beszélt, hogy egyszerűen nem érti, hogy miért rendelt a kormány kínai vakcinát. És szintén oltásellenes kampány folytatott a Jobbik is, a Jobbik például a hivatalos közösségi oldalán a keleti vakcinák kapcsán emberkísérletről beszélt, tehát látszott, hogy a baloldal teljes mértékben erre az oltásellenes hangulatkeltésre ül rá, ebből remél politikai hasznot. Ugye Krekó Péter az oltásellenes politikai hetzkampánynak a szellemi atya, ő ezt már megmondta december végén, január elején, hogy a baloldal ebben érdekelt, hogy ez az oltásellenes kampány folytassa, hiszen ez a válság elhúzódását eredményezi. Ki is tettem nemrég a Facebookomra egy videó összevágást, amiben gyakorlatilag ismét azt látjuk, hogy a valóság ezeket a baloldali megbondó embereket egyik hónapról a másikra megcáfolta. Ugye Krekó Péter azt állította, hogy a keleti vakcináknak a behozatalával, ennek a támogatásával a kormány támogatottsága majd csökkenni fog, az oltás ellenes hangulat az növekedni fog, míg ugye a valóság az az, hogy a kínai vakcinákért kapkodnak, mindegyik elfogy, az oltás pártiaknak a tábora az hétről hétre növekszik, és az Ávesz Research legfrissebb felmérése szerint decemberhez képest 250 ezerre nőtt a Fidesznek a támogatottsága, tehát egyik ponton sem jött be Krekó Péternek az állítása, ahogy egyébként a baloldalnak ez a politikája sem jön be, hiszen látjuk, hogy erre a lakosságnak a többsége nem vevő. De hogy ne csak a baloldali politikusokról beszéljünk, hanem a baloldali holdudvarhoz tartozó szereplőkről is, ott is lépten nyomon azt láttuk januárban, februárban, sőt még egyébként március elején is, hogy ez az oltás ellenes hangulatkeltés az a körükben is folyamatosan teret nyer. Például az MSZP közeli publikus intézetnek a vezetője potenciálisan veszélyesnek nevezte a kínai vakcinákat egy velem közös televízió műsorban, és az ugyancsak az előbb említett baloldali megrendeléseket kapó Závetsz Tibor is februárban még arról beszélt, hogy a magyarok nem akarnak kínai vakcinát, a magyarok nem akarják ezt, nem lehet a kormánynak ezt a kínai vakcina beszerzés politikáját tovább folytatni, hiszen ez nem fog itt elfogyni. Ugyanez az Ávetz Tibor egy hónappal később, márciusban már azzal dicsekedett az ATV stúdiójában, hogy ő is a kínai vakcinával oltatta be magát, és mint fogalmazott, minden gond nélkül elfogynak az országba érkező kínai vakcinák, és a most érkezett több százezes vakcina szállítmány is pillanatok alatt el fog fogyni. Tehát látszik, hogy egészen elképesztő módon van egy ilyen múlttagadó retorika, múlttagadó politika a baloldali megmondó emberek, a baloldali holdudvar tagjai között. Februárban még uszítottak a kínai vakcina ellen, most már azt mondják, hogy a kínai oltóanyag az jó, ők is azzal oltatják be magukat,
ők is ezt választják. És hogyha kicsit tágabb kontextusban vizsgáljuk meg ezt a dolgot, akkor azt látjuk, hogy volt már hasonló a baloldalon, a 2015-ös migrációs válságnál ugyanezt a kommunikációs taktikát választották. Emlékezzünk vissza, 2015-ben a migrációs válság során a baloldal ugyanígy minden rendelkezésre álló eszközzel támadta a kormánynak a bevándorlás politikáját. Egyebek mellett például azt állították, hogy a déli határkerítés az nem jó, azzal azt is mondták, hogy Európából kiiratkozik gyakorlatilag Magyarország, azt úgy hívták ezt a déli határkerítést, ez az új vasfüggöny. És ehhez képest a 2015-ös választási kampányban, miután ugye felismerték ennek a bevándorláspárti álláspontnak, politikának a társadalmi népszerűtlenségét, már úgy tettek, mintha ők mindig is támogatták volna ezeket a bevándorlásügyi intézkedéseket, sőt, a déli határkerítés fenntartása mellett is esküdtettek. Voltak egyes politikusok, akik egyesen azt állították egyes nyilatkozataikban, hogy ők mindig is támogatták a déli határkerítésnek a felépítését. Tehát egy ilyen múlttagadó politikát, múltátíró kommunikációt folytattak akkor is ezek a baloldali politikusok. Egyedül egyébként a Demokratikus Koalíció képviselte még akkor is következetesen a bevándorlás párti álláspontot. Most is egyébként nem véletlen, hogy például a keleti vakcináknak a támadása kapcsán szintén Gyurcsány Ferenc pártja a leghangosabb. Ők még mind a mai napig Vágó István is 2 napja az ATV stúdiójában, és a DK politikusa. A kínai vakcinák a biztonságát kérdőjelezte meg, még az ATV-nek a műsorvezetőnek is sok volt az úszító, hergelő hangnem, amit a keleti vakcinákkal szemben megütött Vágó István DK-s politikus. Tehát gyakorlatilag ugyanez van, mint a migrációs válságnál, a DK még kitart az álláspontja mögött, míg mondjuk más baloldali politikusok, például Kunhalmi Ágnes, vagy az MSZP többi politikusa már 18-ban is ugye váltott, az A problémából probléma lett, amelyet ugye kezelni kell, és most is a kínai keleti vakcina az nem jó, ugye januárban ez volt az álláspont, most meg már Kunhalmi Ágnes is a tévében azt mondja, hogy ő is a kínai vakcinával beoltatná magát. Tehát látjuk ezt a hatalmas nagy fordulatot, ezt a múlt átíró próbálkozást. Azonban a tapasztalat az, hogy ez a kommunikációs párfordulat, amit ugye végrehajtottak ezek a baloldali politikusok, nem változtat az önmegítélésükön. Ahogyan a 2018-as választást megelőzően rájuk égett a bevándorláspárti bélyeg, tehát senki sem gondolta komolyan Magyarországon, hogy az ellenzék az egy bevándorlás ellenes retorikát választott volna már 2015-ben is, tehát nem gondolta azt a közvéleménynek a többsége, hogy például a déli határkerítésnek a felépítését támogatták a baloldali politikusok. Ugyanúgy most hiába tagadják ugye az oltás ellenes retorikát, hiába mondja egyes baloldali véleményformáló vagy baloldali politikus, hogy ők a kínai vakcinával oltatják, vagy oltatnák be magukat. Ez az oltás ellenes bélyeg hasonlóan a bevándorláspárti jelzőhöz, hát már rájuk égett, és ennek a következménye egyebek mellett az, hogy az előbb említett Závetsz Tibornak a legfrissebb felmérése már azt mutatja, hogy 250 ezer fővel nőtt december óta a Fidesznek a támogatottsága, tehát nagyjából egy hasonló trendet, hasonló folyamatot látunk egyébként, mint a migrációs válság során, hogy akkor is támadták a kormányzati intézkedéseket a baloldali politikusok, azokat az intézkedéseket, amelyek egyébként párthovatartozástól függetlenül támogatottak voltak a társadalom által. Most a oltás kapcsán is a társadalom többsége már támogatja az oltást, oltás párti a társadalom többsége. A keleti vakcinák esetében is látjuk, hogy már egyre magasabb az elfogadottság, és emiatt egyébként a baloldalnak a népszerűsége csökken, hiszen ők egy oltás ellenes testtartást vettek föl, még az oltási kérdéskör napirendi ügynek a megjelenésekor.
Most már ez a bélyeg rájuk égett, tehát az oltás ellenes pozícióba beszorult gyakorlatilag a baloldal. Ennek a következménye az, hogy például már az Závetsz felmérésében is látszik például a Fidesznek a népszerűség növekedése. Köszönöm szépen a figyelmet! Ennek a Facebook videóelemzésnek az összefoglalója rövidesen felkerül a 21. század intézetnek a honlapjára, és ezt a videót is el lehet érni majd a YouTube csatornánkon, illetve egy visszanézhető a Facebook oldalunkon. Mindenkinek további szép napot kívánok, és mindenki vigyázzon magára, és hogyha lesz lehetősége, tehát hogyha hívja a házi orvos, vagy hívják a központi vonalról, akkor fogadja el bármelyik oltóanyagot, hiszen a legjobb oltás az, amit megkapunk. További szép napot!